Február a farsang hónapja. Felsőhegyen már 5. alkalommal rendezték meg a télüző mulatságot, amelyen a falu óvodásai és iskolásai közösen igyekeznek elkergetni a hideg hónapokat és megsürgetni a tavasz érkezését. Eseményt mindig húshagyó kedden, a farsang utolsó napján tartják. Ez idén sem volt másként, a gyerekek vidáman gyülekeztek a felsőhegyi szövetkezeti otthon előtt. A rossz idő miatt sajnos a kiszebáb égetés elmaradt, és a felvonulás is bizonytalan volt, a szomorkás idő mégsem szegte kedvét a vidám tömegnek. Kicsik és nagyok közösen vonultak fel Felsőhegy utcáin, a legtöbben jelmezbe bújtak, és kolompal, csörgővel, dobba igyekeztek elűzni a telet. Gyerekek kitettek magukért, minden korosztályban lehetett ötletes jelmezt találni. Ugye egy pantomim jelmezt láthatunk rajtad, akik ugye tudjuk, hogy mutogatnak, el tudod mutogatni a nevedet nekünk? Hol tanultad meg a jelnyelvet, vagy az úgymond ezt a pantomim? Internetről. Mennyire volt nehéz? Egészen könnyen megtanulható. Szóval könnyen el lehet sajátítani. Attól függ, hogy az ember mennyire könnyen tanul, tulajdonképpen. Érdekel is téged ez a terület, vagy csak ezt pont a mai napra tanultad meg? Őszintén szóval már régebben megtanultam, viszont nem erre szeretnék tovább menni. A kisebbek is igen kreatívak voltak. Minek költöztél Beregő a mai télüzésre? Doktornak. És miért pont ezt választottad, ezt a jelmezt? Azért, mert hát ez tetszett legjobban nekem most. És miért most pont ezt tetszett? Minek költöztél be korábban? Máskorban húsznak, de mostan jobban úgy néz... Anya azt mondta, hogy így jobban nézek ki. A felvonulás után frissen kisült fánkkal és meleg teával várták a télüző gyerekeket és felnőtteket. A lakmározás közben kihirdették a jelmezverseny eredményét is. A felsősök közül Fajka Zsóka és Jovánovics Nina papucs jelmeze lett az első. Az iskolában gondolkodtunk, hogy mik is lehetnénk, mert egyikünknek sem volt jelmeze, és így az interneten bogarászva találtunk ilyen papucs jelmezt. Mennyire volt nehéz elkészíteni, mennyi ideig tartott, mennyi ideig dolgoztatok rajta? Hát egy egész délután dolgoztunk rajta. Mentünk a boltba, hogy keressünk ilyen hozzávalókat, és utána otthon elkészítettük. Mit szóltak az osztálytársak a kreatív jelmezhez? Hát eléggé meglepődtek. Az elsősök közül Kovács Réka Kleopátra jelmeze tetszett a legjobban a zsűrinek.
anya gondolkozott a múmiába is, de azt mondtam, hogy ez nagyon egyszerű, és akkor ezt Kleopátra lettem. Ki segített a jelmez elkészítésében? Anya meg a nena. Az emberi kultúrában a térűzés hagyománya természetszerűleg alakult ki. A Zentai Városi Múzeum néprajzkutató munkatársa elmondta, a pogány világban a természetet figyelve az emberek a telet így űzték. Tehát valamilyen formában megijesztették a természet feletti erőket. A jelmezek és a különböző maszkok viselése is ezt segítette, hogy minél hamarabb elriasszák a telet és serkentsék a tavasz érkezését. Lehet-e tudni például, hogy körülbelül egy századot mondjunk, hogy mikor kezdték el a telet űzni, hogyha fogalmazhatunk így? Hát különböző népeknél különböző formában keletkezett ez, de nálunk az európai kultúrában, és ha azt nézzük, hogy nálunk magyaroknál, Magyarországon és itt Szerbiában, a délszláv népeknél hogyan alakult ki, azt mondhatjuk, hogy a középkorban gyökerezik, és valójában a német kultúrából, a németektől vettek át szokásokat, és a farsangi maszkokba való fölöltözködés, a farsangnak a szokásai, innen vettük át a német kultúrából, németektől. Az olaszoktól vették át az udvarokba, a királyi kastélyokba, oda férkőztek be olyan elemek, amit az itáliai udvarokban, tehát ilyen karneválszerű, ami a karneváli, tehát a fölvonulások, ez az olasz karnevál szokása, ez inkább az udvari, polgári kultúrába férkőzött be, de a városi és a polgári és a paraszti kultúrában is ugyanúgy, amikor az adománygyűjtő népszokásokról van szó, vagy az utcákon ugye csak csoportokban járkáltak, és úgy kormozták be a férfiak az asszonyok arcát, vagy a gyerekek arcát, és szintén maszkokba öltöztek, fölöltöztek különböző maskarákba, az már nem a karneválhoz, hanem pont ehhez a német népszokáshoz kapcsolódik. Télőzéshez sok hagyomány kapcsolódik, köztük például a kiszabábú égetés. Kezdjük ezzel a hagyománnyal, mi ennek a jelentése a télőzés kapcsán? A kiszabábot Dunántúlon és Magyarország egyes vidékén előszeretettel viszik a lányok, és a kiszabábnak, mint bábnak olyan jelentése van, hogy magát a telet jelképezi, tehát ebből is a telet elégetik, elűzik, és a tavasz kezdetét serkentik. Úgyhogy a kiszabáb mellett még vannak olyan elemek, hogy zöld ágat visznek magukkal, ez is a tavasznak a serkentése véget jelentős. Ugyanúgy nálunk is most már óvodákban, iskolákban a pedagógusok ezt el szokták mondani, de nálunk én, ahogy emlékezik, gyerekkorban nem volt ez a kiszabáb, inkább az adománygyűjtés volt szokásban, és házról házra mentek a férfiak nagyobb csoportokba, vagy pont egy ilyen lakodalmas menet formájában beöltöztek az emberek, de ha volt asszonyi szerep, akkor is gyakran férfiak öltöztek be menyasszonynak is, és akkor úgy mentek csoportosan, és verseltek, énekeltek, hol, hogy. Volt, amikor csak tréfás szövegeket mondtak. Hát az volt mindnek a lényege, hogy a telet előzzék. És gyakran kormozták az arcukat, tehát az a csapat, aki ment a házakhoz, kormot vitt magával, és akkor bekormozták
a házi, a házbelieknek az arcát, és tréfás megjegyzéseket tettek, úgyhogy ez is mind a télűzéssel kapcsolatos népszokás. A kiszebábú égetés mellett itt van még a nagy bőgő temetés, ami a farsangi népszokásokhoz kapcsolódik. Ennek mi volt a jelentése? Hát a bőgő ugye az egy hangszer, a vígsághoz, a mulatozáshoz kapcsolódik a nagybőgő, és a nagybőgőnek a temetése fontos volt, mert lezárult egy szakasz a farsang végével. Tehát farsang a vízkereszt napján kezdődik, a január 6-án kezdődik az időszak, amikor a farsangi időszakot keresztény hagyományban számoljuk, és a hamvazó szerdával ér véget. De a hamvazó szerdával gyakran nem minden településen zárták le, hanem volt még a kövér csütörtök, a zabáló csütörtök, és akkor megegették a maradékot. De viszont a vígság, a bálok, azok is a farsang időszakban voltak, amikor már a hamvazó szerda zöld csütörtök, kövér csütörtök eljött, akkor már lezárult a farsang időszak, és nem mulatoztak, nem tartották tovább a bálokat, hanem akkor már készültek a nagybőjtre, a nagybőjt időszak a húsvéti ünnepre készít fel bennünket. Úgyhogy a bőgő temetése ezt is jelzi, hogy a vígságot, tehát a mulatságot le kell zárni, el kell temetni a hangszereket, nem lehet tovább mulatozni, de ugyanúgy a halotti szokások is megjelennek ebben, tehát a telet is eltemették egybe a hangszerrel, a zenével, a télnek is vége lett. Nem csak ez az egy mozzanata van, a farsang farka az egész népszokásnak, hanem vannak olyan elemek, ami korábban kezdődik, és hát sokszor a háziasszonyok követik is ezeket a szokásokat, tudják, hogy melyik napon mit kell sütni, főzni, úgyhogy ez is hozzá tartozik a kultúránkhoz. Valójában a farsangi fánk az, amit nagyon sokan tudnak. Farsangkor a fánkot készítik, vagy hosszú tésztát, laskatésztát, hiszen ennek is olyan jelentősége van, hogy dagadjon a fánk, ugye minél gyorsabban a természet megújuljon, és serkentse a fánk is, maga a kövér fánk serkentse a természetnek a megújulását. Úgyhogy nagyon szép szallagos fánkokat tudnak sütni a felsőhegyi asszonyok is. Ezt gyakran lekvárral, baraszklekvárral, szilvalekvárral kenik, vagy porcukorral hintik meg. Úgyhogy ez a gyerekeknek a kedvenc csemegéje ilyenkor.